Jó napot kívánok! Köszöntelek benneteket, kedves ötödikesek! Én Bohata Zsuzsanna vagyok, a Horgosi Kárász Karolina általános iskola magyar tanárnője. Ma folytatjuk Lázár Ervin, Szegény Johnny és Árnika című meseregényének elemzését. A bevezető óra után most kicsit részletesebben foglalkozunk a történettel, részletesebben elemezzük együtt, hiszen ti is olvastátok, mivel ez egy közös olvasmány. Elmondtuk, hogy 1981-ben megjelent Meseregény, amely az igazi emberi értékeket állítja előtérbe, a mindennapjainkat érintő problémákról szól, és a szeretet erejéről tanít. A meseszövés mindennapi, életszerű, hétköznapi hősökkel mindennapi problémákkal találkozunk, de a népmesei hagyományokra épít. Feladatokat is adtam nektek az előző bevezető órán. Szerettem volna, hogyha jellemzéseket írtok, illetve jellemtablót készítetek. A szereplőkről majd egy picit később lesz szó. Aztán kértem, hogy gondolkodjatok el, milyen mesei számokkal találkozhattunk a történetben. Ilyen a három, a 7, a 12, a 100, 101, 36, 300, ezer, 1888, 5000. Néhány példa erre. Három fontos találkozása van a vándorút során Johnnynak és Árnikának. A hétfejű tündér vagy a százarcú boszorkának hét évente kell a szolgálatába állítania valakit. Aztán ott van a 12. nagyon testvér, a százarcú boszorka, akinek a 101. arcát is megismerjük, a 36 tornyú, 300 ablakos kastélyban él Östör király és lánya, aztán Östör király ö, haragjában ezerig kell számolni, de előfordulnak az 1888-as haragok is, és egyszer 5000 is bizony számolnia kell a főszámolnoknak. És kértem, hogy próbáljatok meg készíteni egy Történet piramist, bízom benne, hogy megcsináltátok. Én is készítettem egyet. Természetesen a csúcsán ö, a legfontosabb emberi érték a szeretet áll. Aztán két szót kellett írni arról, amely átok sújtja a szerelmeseket, szegény Gyonit és Árnikát. Kacsává változnak. Három szót kellett írni Árnika jelleméről, cselekvő, okos királylány. Négy szó Johnny jelleméről, én azt írtam, a világ legszabadabb embere. Öt szó Johnny és Árnika vándorútjának első találkozásáról, ez ugye az ipi apacsékkal való találkozás, fontos felismerni, jónak lenni, jó. Aztán hat szó a második találkozásról, ez a részbányai győzővel ö, történt találkozás, Sértődékenységgel, magány, kedvességgel kapcsolatok jönnek létre. Hét szó a harmadik találkozásról, ez ugye a 12 nagyon testvérrel való találkozást érinti. Összefogás, segítségnyújtás és szeretet, boldogságot hoz mindenkinek. És nyolc szó a tanulság, szeretettel a szívünkben bármi leküzdhető, ha igazán akarjuk. És akkor most nézzük meg egy kicsit jobban a szereplőket. Játszunk. Helyes vagy helytelen az állítás? Szegény Johnny vajon segítőkész? Bizony segítőkész, ez helyes állítás, mert nagyon szívesen segítene az áll öreg asszonynak, aki ugye valójában a százarcú boszorka, csak a szolgálatában nem akar állni. Rájön, hogy az igazi érték a szabadság. Vajon ez helyes? Nem, ez helytelen, mert a végén pontosan arra jön rá, hogy nem az a legfontosabb, hogy ő a világ legszabadabb embere. Ettől sokkal fontosabb a szeretet a boldogság az egymással való ö, szeretetben lévő kapcsolat. Bosszút áll a százarcú boszorkán, ez is helytelen, nem áll bosszút rajta, hanem inkább jó útra téríti. Állandó jelzőjéről tudjuk, hogy részben szegény, részben viszont gazdag, hiszen ő a világ legszabadabb embere. Övé a kerekerdő, a kék ég, a nap, a hold, a csillagok, és pontosan ezért tartja magát gazdagnak. Segítőkész, gondoskodó, jelleme a történet folyamán nagyon sokat változik, nagyon sokat fejlődik, és rájön, hogy az igazi érték a szeretet, és ha valaki nagyon akar valamit, azt meg is tudja valósítani, a célját el tudja érni. Árnika. Legfőbb vonzereje a szépsége. Helyes vagy helytelen? Ez bizony helytelen állítás, mert legfőbb vonzereje a kedves mosolya. Okos, helyes állítás, Várakozik, amíg Johnny megoldja a feladatokat, kiállja a próbákat. Helytelen állítás, ő egyáltalán nem a tipikus népmesei királylány, nagyon is aktív szereplő. Ő a Kacsa Király kisasszony, akinek legfőbb vonzereje tehát a kedves mosolya, amellett persze szép is, és ezzel Lázár Ervin arra akarja felhívni a figyelmünket, hogy a külsőségek világában pontosan nem a külső megjelenés a fontos, hanem a belső kisugárzás, a belső értékek sokkal előbbre valóak. A királynő feladatai merőben mások, mint a népmesei királylányoké, akik ugye általában várják, hogy a szegény legény, vagy a legkisebb királyfi kiállja érte a próbákat, és azáltal elnyerje a kezét. Ő nem várakozik semmire, ő cselekvő, aktív szereplő, tesz azért, hogy boldog lehessen Johnnyval. Segítőkész, hiszen Johnny segítségére siet, amikor a lába megsérül. Nagyon ügyes, sínbe teszi a lábát, meggyógyítja gondoskodó teremtés. Okos. Többször is megmutatkozik a történet folyamán az elméssége, például akkor, amikor azon gondolkodnak, hogy hogyan tudnának legrövidebb időn belül odaérni a hétfejű tündérhez, és ő kitalálja, hogy amíg az egyikük a másik hóna alatt kacsa alakjában pihen, alszik, addig a másik ember alakban nyugodtan haladhat, és így éjjel-nappal tudnak menni. Vagy ő az, aki rájön, hogy hogyan szabadulhatnak meg a fogságból, a ketrecből, amikor ipiapacsék bezárják őket és egy nagyon jó szívű teremtés nem hagyja ott részbányai győzőt a magányában. Östör király. Ő egy bölcs király. Bizony, ez az állítás helyes. Mindenkit megbüntet. Ez viszont helytelen. Elvonul a kertbe, amikor mérges. Ez is helytelen állítás. Hová vonul el? Biztosan emlékeztek. A trónterembe zárkózik ekkor be. Tehát ő egy bölcs és igazságos király, akin viszont olykor urrá lesz a méreg, viszont dühében soha nem parancsol semmit. Amikor mérges lesz, akkor azt mondja, most akármit mondok, ne törődjetek vele, haj, de mérges vagyok. És tipikus szavajárása, hogy kutya teremtette kutyák. Ö, az, hogy ő mérgében elvonul, ez már nem királyokra, népmesei királyokra jellemző ö, viselkedés, és az sem, hogyha kell, akkor ő bizony király létére bocsánatot is kér. Ö, gondolkodása tehát nem királyi, és ezt a szemére is vetik a lovagok, ö, amelyre az a válasza, hogy nem királyi, hanem emberi. Ö, itt viszont az a lényeg, hogy az emberinek felül kell kerekednie a királyi gondolkodáson, hogyha az igazi értékről, a szeretetről van szó, amely szembe kerül a hagyományokkal. A lovagok ugye Árdika kezéért akarnak küzdeni, és ő azt mondja, hogy erre semmi szükség nincs, mert majd Árdika ahhoz fog feleségül menni, akit igazán megszeret. A százarcú boszorka sérülékeny. Helyes vagy helytelen állítás? Helyes állítás annak ellenére, hogy ő egy tipikus népmesei szereplőnek tűnik ebben a meseregényben, nagyon is sérülékeny teremtés. Elnyeri büntetését megsemmisül. Ez viszont hamis. Nem semmisül meg, hanem a jelleme fog megváltozni megszereti a kis johnny ez helyes, tulajdonképpen ő lesz a kis Johnny dadája, úgy is fogalmazhatnánk, hogy fogadott nagymamája. A történetben ő a kísértő, a gonosz, a fortélyos, az átváltozó teremtés, akinek neve arra utal, hogy a kísértés százféleképpen törhet ránk a mindennapjainkban, és annak ellenére, hogy népmesei szereplőnek tűnik elsőre. Ö, mégis ö, különbözik abban, hogy ő sérülékeny, elveszítheti a varázserejét, ugyanis hét évente a szolgálatába kell állítania valakit, de nem erőszakkal, hanem csellel, fondorlattal. Ha ezt nem sikerül neki, akkor megszűnik a varázsereje. Sebezhető, mert nem tudja leplezni az indulatait. És pontosan ez az indulatosság miatt válik gyanúsá johnny is az ő viselkedése, amikor egyszerű öregasszony képében próbálja a szolgálatába állítani. Az igazi érték, a szeretet azonban felette is győzedelmeskedik, hiszen gondoskodó, szerethető és szeretetet nyújtó öreganyó válik belőle. Tudjuk, hogy a népmesékben vándormotívumként szerepelnek a próbatételek. Számos próbatétellel találkoztunk már a tanulmányaink során, vagy az életünk során. És bizony Lázár Ervin meseregényében is ott, van, ott vannak a próbatételek. Szegény johnny -nak, a világ legszabadabb emberének rá kell jönnie, hogy nem veszik el a szabadsága, mert beleszeretett Árnikába. Tehát nem azt jelenti a szabadságot, hogy nem tartozom senkihez. Attól még ö, nem leszek fogságba zárt ember, hogy ö, szeretek valakit, összetartozom valakivel, egységben élek valakivel. Az idő próbáját kell kiállniuk a fiataloknak östör király ö, parancsa alapján. Johninak fél évig vándorolnia kell, hogy megerősödjenek az érzelmeik, közben Árnikának a várakozás jut. Eddig még ugye itt hasonlít ö, ö, Árnika szerepe a népesei királylányokéra. Viszont ö, a fél év letelte közelettével, ö, Johnny szeretete picit megrendül, elbizonytalanodik, és ennek az lesz a következménye, hogy a százarcú boszorka ö, átokkal sújtja őket. Ö, hogy ettől az átoktól meg tudjanak szabadulni, vándorútra indulnak. Gondolkodjunk együtt, kihez kell eljutniuk, hogy a varázslat megszűnjön. El kell jutniuk a Hétfejű tündér birodalmába, aki a világ legjóságosabb tündére, mivel ő az, aki el tudná róluk űzni ezt a gonosz varázslatot. Közben három találkozás, három akadály vár rájuk. Gondoljuk együtt végig, melyek ezek, hova jutnak, kikkel találkoznak. Elsőként Árnika lép be, Johnnyval a hóna alatt, ugye, aki akkor kacsa, ipiapacs a hírhedet rabló és bandája területére. Itt ugye ők fogságba esnek, de Árnika elmészségének köszönhetően kiszabadulnak, üldözőbe veszik őket, a dinnyeföldig hajszolják, ahol Johnny elkezdi őket dobálni dínyével. Ezáltal viszont kiderül, hogy a rablóbanda tagjainak nagyon jó gömbérzéke van. Ebből kifolyólag utána Johnny futballozni, és a szabályok betartására tanítja őket, és végül Ipi Apacs, hírhedett középcsatár, a rablóbanda pedig szegény Johnny Sportklub lesz. Tehát Johnny segített felfedezni azt, hogy ők tulajdonképpen miben tehetségesek, és ezáltal jó útra is térítette őket. Ennél az epizódnál, tehát a kulcsfogalom a tehetség: mindenki jó valamiben, mindenkinek meg kell találnia azt, amiben kiemelkedő, és ezt a tehetséget ki is kell használni. Emellett pedig ott van az örök igazság hogy jónak lenni jó, jónak lenni érdemes. Aztán másodikként a sértődős részbányai győzőbe botlottak a virágos réten, akit sértődődése miatt mindenki elkerült, ahogyan Lázár Ervin is fogalmazott. Árnika hit benne, hogy ha türelmesek, akkor meg tudják őt vigasztalni. Aztán a megoldás az lett, hogy Johnny megelőzte részbányait a sértődésben, aki zavarodottságában nem tudott mit kezdeni, és ezáltal könnyű volt vele szót érteni. Ezáltal pedig kiderült, hogy tudja, hol lakik a hétfejű tündér, és az is kiderült róla, hogy segítőkész, okos és kedves ember, akit mások is kedvelhetnek. Részbányai győzőt sértettségéből kiszabadítani, tehát egyet jelentett önmagától megszabadítani, és a magányát megszüntetni. Ez egy nagyon fontos dolog. Együtt, társaságban, közösen, nem bezárkózva sokkal boldogabb életet élhetünk. Aztán harmadiként a Csodaország melletti 12 nagyon testvér házába jutottak főhőseink, akiknek testvérsége abból áll, hogyha ha egyiket valami fájdalom éri, az fáj a másik 11-nek is. Árnika ezen nagyon felháborodott, és tudomásukra hozta, hogy ők a világ legboldogabb emberei lehetnének, hogyha mindig tudnák, hogy számíthatnak egymásra. A 11 testvér észbe kapott, és szaladtak a 12. segítségére, és 12-jüknek a fát felemelni szinte mondhatni, hogy nagyon könnyű volt, és a 12. szemében könny gyűlt az örömtől, ezáltal pedig mindannyian sírva fakadtak az örömtől, a boldogságtól. Árnika tehát a további szenvedéstől mentette meg őket de az összefogás, egymás segítése képes igazán boldogságot adni nem csak a 12 testvérnek, hanem mindenkinek. A három találkozás egyike sem hagyományos, mesebeli találkozás. Tamás Zsuzsa szavaival élve a megoldást mindhárom esetben magukban hordozták azok, Akiket megmentettek, a tehetséget és a jóra való hajlamot, a segítőkészséget és a mások felé fordulást, a bizalmat és a szeretetet. Összegezve a próbatételeket, a próbák egyre nehezebbek, le kell győzni az ellenfelet, de nem kell megsemmisíteni. Az ellenfél nem csodás szereplő, tehát akár embertársaink is lehetnének, a próbák teljesítéséhez nincs szükség emberfeletti tulajdonságokra, nincs szükség varástárgyakra, és a megváltása a hétfejű tündér birodalma, amely a szeretet világa, ez sem tűnik olyan elérhetetlennek, ugye? Mert hogy ott szabadulhatnak meg a gonoszság hatalmától, vagyis a szeretet erejével, le lehet küzdeni az akadályokat, a nehézségeket. Az átváltozás az egyik leggyakoribb mesei motívum, ezzel ugye találkozunk a meseregény esetében is. Külső átváltozáson esik át szegény Johnny Árnika, Östör király és a királyi udvar, akik kacsává változnak, illetve a százarcú boszorka, aki bármivé át tud alakulni, és a végén a 101. arcát is megismerjük. A belső átváltozás, a jelenfejlődés azonban ennél is sokkal, de sokkal jelentősebb, tulajdonképpen ez a jelentős. Szegény Johnny, Árnika, Ipi Apacs és Bandája, Részbányai Győző, a 12 nagyon testvér és a százarcú boszorka jelleme is fejlődik, átalakul. <coughs> a Népmesékben gyakori motívum még a megváltás. Megváltás viszont nincs hozatal nélkül. Azt tud segíteni, aki magából tud adni valamit az elátkozottnak. Itt ugye az átok, ami sújtja szegény Johnit és Árnikát, az az, hogy kacsává változnak azonban az átokból és a megváltásból is mindketten részesülnek, mert hogy mindketten azt szeretnék, hogy a másik ember lehessen. Éppen ezért a szakirodalom ezt a történetet a megváltó mesék közé is sorolja. A szavaknak mágikus erejük van, varázs erejük. Inkább maradjak kacsa, csak szegény Johnny ember lehessen. De ha szegény Johnny kacsa, akkor én is kacsa akarok lenni, mondta Árnika. Egyforma akarok lenni vele. És a végén azt szeretnénk, azért jöttünk, dadogta megilletődve Johnny, egyformák szeretnénk lenni, akár kacsák, akár emberek, ahogy akarod, ahogy megérdemeljük. Segíts rajtunk. És ekkor ugye már ott álltak a hétfejű tündér előtt kéz a kézben, ö, beköltözött a szívükbe a hétfejű tündér mosolya, és tudták, hogy innentől kezdve semmiféle rontás, semmiféle átok nem foghat ki rajtuk. Ö, néhány feladat, illetve ajánlat még, amelyről érdemes elgondolkodni, amelyet érdemes megcsinálni, leírni. Gondolkodjatok el, ki mivé alakulna a mesébe, ki kinek a bőrébe bújna bele, és miért. Aztán, ha majd a körülmények engedik, akkor érdemes lenne eljátszani a történet egy részletét, vagy akár az egészet. Aztán a jellemzések írását, a jellemtabló készítését is lehetne folytatni. Ipi Apacs részbányai győző a 12 nagyon testvér, illetve a hétfejű tündér leírásával. Írhatok fogalmazást a szeretet ereje a hétfejű tündér birodalma címmel. Ha lesz kedvetek és időtök, akkor megnézhetitek a meseregény filmfeldolgozását is, és a mellékelt linken milliómos játékot is játszhattok a szegény Johnny és Árnikával kapcsolatban. Mi mindent mondhatunk el összefoglalóként, műfaja a szegény Johnny és Árnikának meseregény, az igazi emberi értékek kerülnek előtérbe. A szálak alakulása, az alakok megformálása életszerű, hősei, hétköznapi emberek, hétköznapi problémákkal, de mindezt az író népmesei hagyományokra építve tárgya elénk. A mesét a mesélő és a gyermeke együtt alakítja, ez a történetmondás azonban lehetőséget ad arra, hogy felfigyeljünk a valóság. Csodáira. A két fő pont tehát az akarat és a szeretet, vagyis a szeretet mellett akarni is kell a közös boldogság elérését. A mese végkicsengése, a gyűlölet, a rossz akarat hatalma szertefoszlik a szeretet hatására. És én Lázár Ervin meseregényéből származó gondolattal zárnám, ezt az órát, ennek a témának a feldolgozását. A szeretet olyan, mint a varázslat, nem csak a mesékben, hanem a valóságban is. Én kívánom, hogy a szeretet varázsában mindig részesüljetek, ragyogja be életeteket, ott legyen a szívetekben mindig a hétfejű tündér mosolya, és Viseltessetek szeretettel családtagjaitok, barátaitok, embertársaitok irányába. Köszönöm a megtisztelő figyelmeteket, további eredményes munkát és jó egészséget kívánok mindenkinek!